Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a Virtuális Bétmidrásban, a Virtuális Tanházban. A mai napon Kérdez a Rabit lesz, a, és várom a kérdéseket, hogy tudjunk indulni, indulni útra. Ugye a holnap este gyújtunk az első gyertyát, hanuka lesz gondolom, hogy a kérdéseknek egy része a Hanukáról fognak, fognak szólni, a fényünep, hogy meggyűjtünk a gyertyák, a, a, a mécseseket, a lámp, a, a, a gyertyákat, ezzel meggyűjtünk a lelkünkben és a házunkban is a, a, a fényt. Első kérdés, Chaim kérdez, mikor és hogy lesz a napi gyertyegyutas online közvetítése? No, akkor tényleg a Hanokával kezdünk. Ez úgy lesz, hogy minden este, pontosabban hónap este, hónap este csütörtöken este, ö, pénteken, a hónap este negyed, nem negyed, ö, ötkor. 17 órakor itt a Budapesti Talmud Egylet oldalán lesz egy kis hánukai gyertyagyújtási ünnepség, gyújtás, éneklés és egy kis tóra tanulás. Ugyanez lesz hétfőn és kedden is. Háromszor. Pénteken negyed négykor. Pénteken negyed négykor lesz a közvetítés, mert a sábesz miatt karában kell gyújtani, és még a hánok gyertyákat gyűjtünk, még mielőtt a szombati gyertyákat gyűjtünk. Szóval csütörtökön délután ötkor, pénteken negyed négykor, szombat este, ú, látom, hogy ez bonolult hatkor, mert a szombat előtt meg kell várni, azt fog csinálni, hogy ki lesz írva itt a Budapesti Talmud Egylet oldalán, hogy minden nap mikor lesz közvetítés. De, de ked kedd esté lesz az utolsó közvetítés. Boldog hánokat kívánok mindenki, mindenkinek. Nézzük meg a következő kérdés. Andres, ön, öngyilkosság mindig tilos, vagy van kivételes, amikor szabad? Olvastam a Hanna és a hét gyerekei történetet, hogy amikor a kicsit is kicsi nem volt hajlandó, hogy a kicsi se volt hajlandó disznóhúst, nem disznóhúst enni, hanem megöl, lehajolni a bálvány előtt, megöltek, akkor Hanna ugrat, és jöttet bátkol én haba nem Nem, a, a, az öngyilkosság az minden körülménynek tilos az öngyilkosság az lényegében gyilkosság. Abban az esetben, amikor Hananak a hét gyerekét megöltek, és ő nem bírt magával, akkor talán ezt lehet mondani, hogy nem vontak felelősségre, vagy legalább ki lett hirdetve az ő jó oldala, hogy neki hét gyereket nevelt a, a hit, a hitre, de, de az ott szabad lenne a, a, az öngyilkosság, az nem szabad, mert öngyilkosság az lényegében gyilkosságnak számít. Öm, András, vagy például Macada védői. Macada védői az van írva, hogy az valószínűleg nem volt törvényes. Az valószínűleg nem volt törvényes a macada védői, hogy inkább ölnek meg egymás, mint a fogságba kerülne, be kerülnének, az nem egy törvényes, azért nem szabad gyilkolni. Ez, 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 hiába Izraelben ez, ilyen, ez egy nagyon hősies dolognak számít, a zsidóságban nincs hősiesebb dolog, mint élet. Az élet ez a leghősiesebb dolog, de az ember minden körülménynek között él. Az, azok a, a zsidók, akik a második világháború után visszajöttek Auschwitzból, és újra kezdtek. másnap mentek a zsinagógában, az az igazi ö, 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 hős. Az, aki meg, a, 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 valaki öngyilkos, vagy ö, bármilyen oknál fogva, az nem, az nem, ö, az nem hős. Háim, miért kapja meg kétszer Jákov az izrael neve, ö, nevet angyaltól, és Istentől. Igazsága az, hogy nem vettem észre, hogy kétszer, kétszer, kapja meg, de nagyon egyszerű lehet a dolog, hogy az angyal az csak egy ajánlás, és az Isten ez jóval hagyja. Vagy, vagy az Isten megerősíti az, hogy a neve Izrael. A kommentátorok azt mondanak, hogy Jákov és Izrael az lényegében két szint. Jákov az az alacsonyabb szint, Jákov az, az, abban a szóban van, mint Ékev a sarok, Izrael abban benne van az a szó, a dros fej. És ezzel szinti Jákovval kezdi azt a egy magasabb szintre, e, Izraelre. Ugyan a Jákov név megmaradt, mert van az a szint az emberben és a zsidóban, ami a Jákov szint, és aztán van a magasabb szint, az a Izrael szint. Andris, a múlt heti szakaszban van írva, hogy Jákov érkezett Salém, Shem városban, és haza a Midrás, hogy Jákov gyógyít, hogy, már nem, hogy meggyógyult, és már nem sántít. Akkor, ha ide, ideiglenes volt az egész, miért örökei ö, marad, hogy nem szabad enni a gidhanase, a szöke in? Mi az összefüggésed harc és a kásrut között? Ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy meggyógyult vagy nem, az az Istennek a döntése, hogy megtiltja a szőkeint vagy nem. Mi a kapcsolat a kettő között? Úgy kell érteni, ugye, hogy Jákov és az Angyal között az lényegében Jákov és Ézsó között, Ézsónak az angyala volt ez, ami azt jelenti, itt lényegében Jákov szimbolizálja a zsidókat, az angyal szimbolizálja az ellenség, az, a zsidók, az hogy a zsidó túléli, az nem jelenti az, hogy ezek mély csapások, és nagyon komoly harc, és sajnos ez a harcnak a mai napig megvan, a zsidók még mindig nagyon sok esetben harcolniuk kell. Van, amikor maga, maga az életért, valamika csak az éle, a, a valás gyakorlásaért. Szóval sajnos ennek a harcnak nincs vége. Lehet, hogy épp a szökein az, azon már túl van, de hát mindig van egy másik harc sajnos, ami még, amiben még benne vagyunk. Alice kérdez, melyik nap a fontosabb gyertyagyújtásnál, és miért? Első nap hány áldást mondunk, utána miért kevésebb? Amikor előírás az a nyolc napon keresztül kell gyertyagyújtani, nincs olyan az egyik nap fontosabb, mint a másik. Sőt, az atyák bölcs tanításain azt olvasunk, hogy nem csak egy van belül nem lehet mondani még fontosabb, hanem egyáltalán nem lehet összehasonlítani micvákat, parancsolatokat, hogy még a fontosabb isteni felszólítás és még a kevésbé fontos. Olyan nincs. Azod az az első, első nap van három áldás, az azért, mert az, a harmadik áldás, ez maga az, hogy örülünk az eseménynek, örülünk, hogy idáig eljuttatunk. Nem lehet nyolcszor örülni annak, hogy eljuttattunk. egyszer már eljuttattunk az ünnephez, se hogy megéltünk, e ezt a pillanatot, utána már nem lehet mondani, még egyszer holnap megint örülünk, annak, hogy ideig értünk. Már, ha már itt vagy, akkor már itt vagy. Ezért csak első alkalom, amikor az ember gyújtja a gyertyet, lehet mondani a se áldás, utána már nem lehet. De minden este nagyon-nagyon fontos. Szilvia Honnan lehet tudni még az eredeti Hanukia, hogy mivel szabad Hanukat csinálni? Csak fém lehet? Először azt kell tudni, hogy az a szó, a Hanukia, azt én talán húsz éves koromban megtanultam. Én mindig úgy tudtam, hogy idésül mondanak menóra. Van olyan menóra, aminek vannak ágai, van olyan menóra, ami csak ilyen lapos, és nyolc helyen lehet meggyűjteni. Mit jelent, melyik az eredeti? Az eredeti, ha beszélünk eredetiről, ez az, ami volt a szentében. Ugye annak emlékére ünnepeljünk a, a Hanukát, annak emlékére gyűjtünk meg a gyertyát. Az biztos, hogy az csak hat ágú volt, 6 plusz egy a középen, a miénk az 8 az 8-8-8-8 este kell gyújtani. ez az eredeti csak fém lehet, nem? Nekem amikor a gyerek, amikor gyerek voltam egy ö, ö, fa, fából volt nekem egy menóra, sőt a valamelyik cikkben, amit a halakhoz kapcsán írtam idéztem azt, hogy a valamelyik magyar rabbi idéz azt mondja, amikor voltunk a Jösivában, Pozsonyban, akkor nem volt más a fiúknak a Jösivában, akkor krumplit használtunk, és kivágtunk egy kis, egy kis helyet benne, adarok raktunk benne a, a gyertyek. Szóval nincs előírás, hogy miből lehet a... a Hanukai menóra bármi lehet, a lényeg, hogy meg kell gyújtani, és minden este egyel, egyel több. Káim. Mit, mit jelent eredetileg az Izrael szó? Honnan ered? Hát, ha már olvastál a, 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 a heti szakaszt, akkor azt is kell olvasni, ami a heti szakaszban van benne, hogy, hogy az a Izrael szó, az a Sarita hogy azt hiszem szarita azt jelenti, hogy győztél, vagy harcoltál, hogy az angyal el, elismeri, hogy Jákov ellenállni tudott a, az, az, angyalnak. É, és ebből van az a szó, hogy De a kommentátorok magyarázak, hogy Izrael a betőket más sorrendbe rakva, akkor azt jelenti, hogy az benne van az, az, úgy lehet olvasni, li, Ros, nekem fejem van azt jelenti, a, a Jákob az pont a sarka, a láb talpa, és a Israel pedig a, a feje. Hogy az ember félődik, alacsonyabb szint, szinten kezdi a, a zsidósága, de mikor többet tanul, tanulja és elmélyül benne, akkor egyre magasabb szintre emelkedik. András, az első alkalom, hogy olvassunk, hogy valaki, mint gyászjel, ő töri a saját ruha, és amikor Rúven nem talál József a kútban, miért ezt nem szerepel, amikor Sára meghalt? Nem vagyok meggyőződve, hogy amikor Rúven tépi a ruháját, az gyásznak a jelle. Az inkább, a, a, hogy nagyon agódik, nagyon csalódott a helyzetben, mert akarta megmenteni Józsefet. Én soha nem értetem úgy, hogy ez a, a gyásznak, a, a gyásznak a jele. Szóval nem, 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 vagyok biztos benne. A másik dolog, hogy én nem hiszem, hogy a ruhannak a betépése, amit Héberül kriának mondjuk, hogy az bibliai előírás. Azt nem tudom elképzelni, hogy biblia előírás lenne. Szóval biztos, hogy nem erről van szó. Háimnak van egy további kérdése. Zsidó nevet briszkor, a körülmetöléskor kapunk. Ami egy jel a testen. Az angyal, az angyal sebet éttet Jákov csípőjön, ami egy máig tartó maradandó tiltás alapja. Név és jel a testen kapcsolató, kapcsolódó fogalmak. Ö, jó, az igazság az, hogy bármit lehet összekapcsolni, ha az ember lát benne ilyen kapcsolatot, akkor az, az legitim, de, de a kettő szerintem ez teljesen, a kettő teljesen eltér, eltér egymástól, mert az, hogy a csecsemő, vagy a, a zsidó, amikor belép Ábrám szövetségébe, kapja a helyben nevét, ez az azért van, mert bizonyos szempontból minden zsidó, zsidó, aki zsidó anyjának a gyereke, de teljes zsidó akkor, amikor megvan a körülmetélése, az Alterebe úgy fogalmaz az egyik írásában, hogy Slémut Knisata nefes elokit. a teljes isteni lelke akar, akar um, Költözik benne az emberben a körülmetéléskor és ezért utána kapja a, a, a nevét. Ezért nem láttam, hogy tartalmilag tényleg kapcsolódik a Jákovi e, csípő történethez, de valamennyire nincs kizárva, hogy kapcsolódik. Valamennyire, de az ne, anny nem annyira. Andris, miért Rúven, aki nem volt att, amikor eladtak Józsefet, nem ment Egyiptomba Józsefért, könnyen tudta elérni őt, és visszahozni, ha lenne az akarat, nem? Húha. Úgy tűnik, Andris, ha te a, az internet, és a Facebook, és a WhatsApp idejében élsz, a, én szerintem, abban a percben, eladtak Józsefet, akkor nyoma veszett. Az egy teljesen másik kérdés, hogy a József miért nem jelentkezett, miért nem küldett levelet az apjához. Jó napot kívánok, József, fiad vagyok, én itt Egyiptomban ezen a címen vagyok, kérem írjátok, hogy vagytok, stb. Az egy másik kérdés, és a kommentátorok foglalkoznak ezzel, mert József tudta, hol, hol vannak az ő a, 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 az, az apja és a testveré. De, de a Jákob és családjának fogalmok nem volt, hogy hol van a József. Jákob azt hitt, hogy meghalt, a testvérek tudtak, hogy eladtak, de mi történt azután, hogy eladtak? Azt már nem tudtak. Ez olyan kicsit eszembe jutott a második világháború után. Emberek kerestek, kerestek egymást, é, és nem tudom pontosan hol, de azt hiszem, hogy a Dob udvarban volt egy ilyen nagy ilyen hirdető tábla, és az emberek csak oda felírtak. Ma is a Kácz vagyok, túléltem, itt voltam Budapesten ezén és ezen a napon. És az emberek minden nap jöttek, néztek a táblán, talán találnak egy hírt egy további rokonról, és van, amikor találtak így hír csak a probléma az volt, ha talán valaki már utazott tovább, a kérdés, hogy hova ment, de mindenképpen legalább azt már tudtak, hogy él, és akkor már van mit keresni. És ez már, mondom, kevesebb, mint 80 évvel ezelőtt, akkor próbáljunk, több, mint hár, majdnem 3400 évvel ezelőtt, hogy hogy tudtak utolérni valakit, nem tudtak. Háim. Miért nem mondta meg őszintén Jákob Ézsónak, hogy nem akar utána menni, mert le akar telepedni? Ják, a, a, a Rási, ahogy beszéltünk, hogy Rásit mindenképpen, ö, mindenképpen olvasni kell. Rási azt mondja, hogy akar utána menni, csak még nem tartott. Rási azt mondta, hogy Jákova oda fog érni, amikor a mesélyes el fog jönni, akkor az van írva, hogy Alumi, Sienba, Harcion, és Potet, Szav, akkor fog, fog a mesélyes ítélkezni elkezni, Szér hegy fölött, és ez pedig a Ézsó fölött. Erre azt mondta Jákov, hogy majd oda fogok érni, csak nem most. Akkor Háim, neked még egyszer szólom, de nem csak neked, mindenkinek, aki itt van, hogy még egyszer, hogy a Rási a heti szakaszhoz az feltétlenül fontos, és van az a haszit szokás, amit már sokszor említettem, hogy a hét minden napján tanulunk a heti szakaszból. Első napon tanulunk az első részt, második nap a második rész, és a hetedik napon a végéig. És ezt, ha lehet, akkor rásival együtt már akkor teljesen másképpen e, e, ismerünk e, a. a a történetet, mert Rasi válogat nekünk, és kiegészíti nekünk a történetet, hogy, épp, hogy, 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 hogy tudjunk, hogy miről van szó. ilés higájon mit jelent, akkor egészíts ki a kérdés, hogy mire, mire gondolsz, mert így hirtelen nem tudom, talán a Talmuddi mondáshoz kapcsolódik, talán máshoz. Akkor kérem, magyarázd el jobban, hogy miről van szó, mire vonatkozik a kérdés. Chaimnak egy további kérdése, József és Mózes is sokat élt a fáró polotájában. Mind a ketten kiemelt fontosságúak voltak. Mit tanulnak a zsidók a fáraótól? Nem a fáraótól tanulunk, hanem mi tanulunk Józseftől és Mózestől, hogy hiába a fáró Palotájában élünk, vagy éltek, és még mindig maradtak, nem veszítették el az identitásukat. József is, Mózes is maradt az izrael népének a tagja, stb. Ez egy nagyon fontos tanulás útmutatás nekünk, De akár akárhol vagyunk, és nem csak Jeruzsálemben, Akárhol Akar, vagyunk, legyen bármilyen, palotá, bárkinek a palotájában, nekünk tovább kell ragaszkodni a saját hitünkhez és a saját elvénkhez. László. József talán azért nem jelentkezett, mert nem volt benne biztos, hogy újból nem akarják megölni. Hát ez egy jó gondolat, csak csak azt hiszem, hogy József, amikor már alkirály volt Egyiptomban, nem kellett tartania tőle, hogy a testvére fognak őt megölni. Ez inkább logikusnak, inkább logikusnak tűnik, de ez egy jó gondolat, hogy védekezett. És akkor, ha ezt a gondolatot veszünk alapul, akkor amikor a testvérek megjelentek, és látta József, hogy nem akarnak már őt bántani, akkor elmondta ő az. Jó, ez jól hangzik, de szerintem, hogy Alkirály Egyiptom, és Egyiptom abban az időben az egy superpower volt, egy világhatalom, akkor nem hiszem, hogy kellett félnie. Andris, hogy lehet magyarázni, hogy a kilenc testve között senki gondolta, hogy milyen fájdalom lesz Jákobnak, ha nincs József? Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és erre nincs válasz, legalább én még nem olvastam egy igazi jó meggyőző válasz erre a kérdésre. Háim, kik éltek még hasonló módon, mint József és Mózes a Fáraó udvarában? Hát bizonyos szempontból én is te itt élünk Budapesten, ami egy kicsit, úgy lehet mondani, átvitt értelem, mint a Fáró udvarában, azt jelenti, nem Jeruzsálembe élünk, és nem a Jeruzsálemnek a kis imaházban járunk, hanem itt élünk egy Európa közepén, egy másik kultúrában is minden, és mégis, amikor jön a reggel, felkelünk és filint rakunk. Ha még van időnk, akkor el is megyünk a zsinagógában, péntek este, szombaton. Akár átvitt értelem, mi is élünk a faró palotájában, és megtartjuk a saját identitásunkat. Iles, ah, most láttam, akkor Zsoltár könyvében szokott lenni, hogy higájon Aha, akkor ez nem az a higájon amire én gondoltam, mert higályon a, tal a Talmudi higájonról utána kell nézni, hogy, mit, hogy a zsoltárokban az mit jelent. Akkor térünk erre vissza Isten segítségével. Háim, ha jól emlékszem, Hanoka egyik napján, egyik napján sincs munkatilalom. Miért? Az igaz. Hanukákor nincs munkatilalom, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy emiatt Hanuka minden napján kell tfilint rakni. Én emlékszem, mikor idejöttem Budapestre, épp ebben a házban, a Vesilényi utca 4-ben élt egy család, akik vallásosak lettek, és a férfi minden nap rakta a tfilint. Mikor jött a hanoka, akkor nem rakott filint egész héten, mert ünnepnapokon ünepna, nem rakunk filint. És a később jött rá, hogy ez nem egy olyan ünnep. Általában úgy szokott lenni a, 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 a megkülönböztetés, hogy a bibliai ünnepek azok munkatilalmi ünnepek, a rabinikus tila, ünnepek azok nem, munkat, úgy, nem munkatilalmi, munkaszüneti ünnepek, és így Hanukkákor is lehet dolgozni, és Púrimkor is. Ennek a kabalisztikus magyarázata az, hogy a bibliai ünnepnapokon olyan különleges szentség, szentségben részesülünk, hogy, hogy nem vagyunk képesek, sokkal magasabb szinten vagyunk, mint, mint a munkaszint. Sokkal magasabb szinten vagyunk, megsértene ezt a szintet, ha dolgoznánk. Szemben a rabinkos ünnepek, azok szintén szent napak, és egy, 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 egy szentség, szentségben részesülünk, de nem olyan szinten, hogy ma ne tudjunk dolgozni. Szia Gyuri, örülök, hogy itt vagy. Andrés, a hetedik parancsolat csak vonatkozik egy zsidó férfi és egy zsidó házas nő, aki nem a felesége. Mi a helyzet? József és Potifar felesége. Gondolom, Andris, hogy beszélsz itt a tíz parancsolat, hetedik parancsolatról, hogy a paráználkodásnak a tilalma. Valójában ez nem csak a zsidóknak tilos, nem zsidóknak is tilos. A Noé e, gyerekének a hét törvénye között, ott is vannak a tiltott nemi kapcsolatoknak a tilalma. E, ezért József és Potifar felesége között ez egy nagyon komoly... E, bűn lenne, és József emiatt minden áran megszökött a, 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 a bűntől. Ez egy olyan alap erkölcsi követelmény, ami akár zsidónak, akár, zsidónak, akár nem zsidó, mindenkinek szól ez a tilalom. Háim, József mindig az aktuális hatalom barátja apja a fáró, apja a fáró és Isten. A kis emberek nem igazán szeretik, iridlik. Mit tanít ez nekünk? Nem értem pontosan. Apja, a fáró és Isten. József mindig aktuális hatalom barátja, Jó apja barátja az rendben van, fáró barátja, és mit jelent és Isten? Azt nem értem pontosan a kis emberek nem igazán szeretik, iridlik, mit tanít ez nekünk? A, az, az, a kérdés, az, József jóba volt az apjával, ez magától értető, az, hogy József e, jóba volt a fáróval, ő, ő lett az alkirály, ez egy nagyon szerencsés helyzet, e, nincs írva szerintem, hogy a testvéri irigyek voltak, amikor alkirály lett, de mindenképpen általában a, a zsidó nép történelmében a zsidók nem voltak ellenzékiek abból a szempontból, hogy harcolni a hatalommal. A zsidók mindig tudtak, hogy ki vannak szolgáltatva a hatalom által, próbáltak mindig azt a hatalmat szolgálni, azt jelenti jóban lenni, szolgálni ez a túlzás, azt a hatalmat, azzal a hatalommal barátkozni, aki fölöttük ö, ö, ítélkezik, és mert, mert az a fajta dolog az, hogy harcolni, a zsidóság inkább harcol a zsidóságon belül többet, több tórát tanulni, bevonni más zsidókat a tanulásban. A külső harcokat azt hagyjunk valaki, hagyjunk másoknak. Én emlékszem, sajnos nincs meg ennek a másolata, de emlékszem, Naftalikra az mesélte nekem, hogy egyszer írted egy nyílt levelet az ellenzéknek, az itteni földalati ellenzéknek, ahol több, volt, több zsidó is köztük volt, és azt mondta, drága zsidók, ha, ha bátrak vagytok, és képesek vagytok harcolni, akkor inkább harcoljatok a jelen pillanatban, hogy a zsidók zsidók legyenek, jöjjenek a zsinagógában, tan, tanuljanak Tórát, kö, 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 kövesenek a, 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 a zsidó hagyományokat, hagyjátok a politikai harcokat másoknak. Sokan nagyon mérgesek voltak rá, utólag azt lehet mondani, hogy még vallásilag is természetesen ez jót tett, mert abban a percben, hogy szabadság lett, akkor több a zsinogóga, több a zsinogóga járó, stb. 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 De mindenképpen az alap gondolat ez egy jó gondolat, hogy nekünk, ha van nekünk még energiánk, és tenni akarat, akkor tegyük ezt a, 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 zsidóságon belül, amennyire csak lehet. András, Andrés, a minden napjan szombaton is, Isten őriz, szombat az mindig szombat. Mi arról beszélünk, hogy hétköznapon milyen különleges törvény vonatkozik a hétköznapra azért, mert Hanuka van, és erre azt mondja, hogy hánokkal szabad dolgozni. Tehát szombat az mindig szombat, a szombat az soha nem múlik el, Ö, szombatnak a szentsége nem múlik el, mert Hánoka is van. Szóval nem szabad dolgozni. Szombaton egy semmiképpen nem szabad dolgozni, ez magától értető. Ö, illés László Noé az özönvíz után miért pont halott engedett, holott, holott engedett el elsőnek, van jelentése ennek? Hmm. Vannak, ilyen midr Vannak itt midr midrási magyarázatok. Gondolom, hogy az e a, a psát az, első, a a a az egyszerű magyarázata, mert tehetségesnek tartat őt, szintén, hogy menni fog, vissza fog jönni, teljesíteni fogja a küldetését, de hát természetesen vannak más magyarázatok is. A Bibliának minden részletnek vannak plusz sok más magyarázat is. Háim, ma raktam tfilint valakinek, aki eddig csak pár alkalommal tett életében. Egyszerű alkalom volt. Mire jó hasznos? Minden egyes micva, minden egyes valási parancsot, amit az ember teljesít, az egy ólammal le teljes világ. Olyan isteni fényt hoz magára és az egész világra, ami, 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 ami különleges. Ezért, ha ma a Filint, akkor tökéletes, egy nagyon-nagyon különleges dologban volt része, az hónap nem fogja rakni, az az csak sajnálni lehet. Az egy-kettő, lehet, hogy kedvet fog kapni, és hónap el is fog jönni a vasvári pálúci zsinagógában, és csak hónap is fog rakni. Szóval ez egy nagyon jó dolog. Természetesen vigyázni kell itt a, a járvány kapcsán, de ez nagyon-nagyon fontos dolog. Csinálja ezt más, máskor is. Rakja minél több zsidó ismerősednek a férfiaknak a, a tfilint. Ha emlékszel, akkor a Dani barátunk mindig raktat tfilint mindenkinek. Alice, Hanuka a csodáról ismerik, ahogyan fényt megvilágítja vilá, meg a vilá, világot, így Izraelhez, Jeruzsálemhez spirituálisan tudunk kapcsolódni, kérhetek-e, ha azt úgy érzem, csodát valakire vagy magamra. Nem értetem, muszáj mondanom, hogy nem értettem amit írtál, Aliz. De az, hogy kérhetsz csodát bárkire, az természetesen Isten mindig elfogadja az imát, és mindig lehet kérni az Istentől csodát bárkinek, és kívánom, hogy minél előbb teljesüljen az. Joel, no, már vártam téged. Kicsosóhan Sohanára, a sokanár kivonatában 72 per 21-ben félig szabad, de teljesen tilos egy kávés edényt gödörbe rakni, hogy sábesz meleg maradjon. Mi a probléma? És tiltat itt szombaton szabad kávét készíteni az adat vízmelegítővel, és megfelelő módon, nem értem pontosan, hogy de mindenképp előveszem akar a sohanárok kivonatát, אז איט קייז ניל וון, הט ואין קטו הוא סונאייד. אמת מן קפה בערב שבת בתוך עגומה לצורך שבת, מחסה בקרם וקסטו שיהיה חם, היא מטמינה בתוך חול, עושה לוטמן קולקטיב החול, ואפילו אין אמת מגולינים עושה זה. Nem, a, 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 a teljesen másik szombati tilalomról beszél, aminek az a neve, hogy Hatmana. Szombaton, szombaton szom, még szombat előtt nem lehet úgy olyan helyre elréteni. Elréteni azt jelenti, hogy a teljesen, teljesen minden oldalra lesz letakarva, nem szabad olyan helyre elrakni az ételt, teljesen el van el van, uh, takarva, és nem csak, hogy tartja a meleget valamennyire, hanem még erősedik a meleg uh, benne. Ami azt jelenti, hogy például, ha hogy valakinek van egy vízforolója, uh, um, ami, ami tartja a vizet melegen, nem szabad azt teljesen egy uh, egy uh, no, egy uh, egy uh, egy törölközőt, valami, nem elég meleg a víz, gondolja. És akkor a törölközőt rá fog kötni minden oldal, teljesen legyen letarkalva, az nem szabad, benne, mert nem csak a melegen tartja, hanem még erősödik a meleg benne. Azt lehet, hogy olvasd itt a kis halálokban, ha csak részben lett akarom, az meg van engedve. Szóval nem, nem, a, kávé a probléma, hanem a meleg, a, a meleg ittal, vagy ételnek az elrejtése. Sábesz, ö, Sábeszra. Háé, mit jelent igazából az, hogy minden Istentől van, kivéve az Isten félelem? Minden az Istentől van, ez azt jelenti, hogy az Isten előír nekünk, az egész életünk le van, ö, le van írva. Az Isten leírja nekünk, hogy ö, okosok leszünk, vagy nem annyira magasok, vagy alacsanak sikeresek, vagy nem sikeresek, Mindent az Isten előír nekünk, kivéve egy dolgot, hogy Istenfélők leszünk, és fogunk követni az ő útját. Ez az Isten nem írja elő, mert egy nagyon fontos dolog a zsidóságban az, hogy szabad akarata legyen az embernek. Az Isten megparancsolja az embernek, maga abból a, abból a, a, a szerkezetből, hogy az Isten megparancsol. Az, az tartalmazza az, hogy ő megparancsol, vagyis az embernek fogadni kell a parancsolatot, és képes fogadni vagy nem fogadni. Mert ha az Isten ő úgy teremti a világot, az ember magától nem tud másként tenni, akkor nem kell parancsolni, mert ő, 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 ő indítja el a, 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 a rendszert, és a rendszer működik. Maga az, van egy parancsolat, ez azt jelenti, hogy az Isten felszólít minket, de a mi kezünkben van a döntés, hogy Követjük, vagy ne követjük. És miért csinált az Isten úgy, hogy legyen a mi döntésünk? Mert a, a milyen a döntés, akkor azt jelenti, a jár nekünk érte. Jutalom. Ha pedig ez a rendszernek a része, azod esik az eső, vagy fúj a szél, az nem jár köszönet az embernek. Andres. Szefádi szokás csak egy hanuka per család, áskenes szokás több. Mi a habát szokás? A habát szokás az, hogy minden férfi a családban gyújt gyertját, de a nők nem. Azt jelenti, részben mi elfogadjuk azt a, azt a szokást, hogy mi a családban egy elég, és ezért a lányak a családban a nők is el, a, a, nem, nem gyújtanak, hanem az apjuk a család családfőhez kapcsolódnak, de a fiúk azok mégis itt gyújtanak. Én még a gyerek voltam, ez úgy is fogtam ezt fel, hogy ez ilyen előre kell gyakorolni, mert minden fiú ugye lesz egy családfő, aki meg fogja gyújtani a, a, a gyertyát, vagy a saját családá, családjában. Háim. Dani nekem is sokszor rakott filint, hálás vagyok neki ezekért. Tessék, azt kérdezed, mi az értelme, azért az értelme, mert ez egy élmény, és a végen már, és a végen az ember már rakja a filint egyedül. Megjelente a Sohanárok magyar változata, nem, remélem, hogy januárban meg fog jelenni. Ez a Sohanárok kivonatta a magyar változata. Chaim, a főleg teljes ételek, Miért? A fánk csupa, káros dolog, cukor, liszt, olaj. Miért eszünk ilyenkor ennyire egészségtelenül? Ö, mit jelent főleg teljes ételek? Nem főleg teljes, főleg, ha azt akarsz mondani, főleg valami, akkor legyen olajos ételek. Mert ez a fánknak a lényege. Ö, de nem főleg, sehol nincs írva, hogy az ember igyekezzen, hogy minden étel ilyen olajos legyen. Ö, eszünk ö, teljes ételek is, ugyanígy eszünk hannokákor fánkat is, de utána lehet enni más dolgot is. Ami azt írsz, hogy káros ételt, erre kell idéznem megboldogult apámnak a mondása, azt mondta, semmi nem káros, semmi nem káros, ha tudod a mértéket. Mondjuk az ember egy fánkat eszik hannokákor, az nem káros. Az ember nyolc fánkat eszi, eszik minden nap, az nagyon káros. Egyébként a fánkról eszembe jut az a híres vicc, hogy miért eszünk fánkat e, e, hánokákkal, úgy az egyszerű magyarat mindenki tudja, mert olajval történt a csoda. De a vicc úgy szól, mert hasonló a egy csodához, hogy egy olaj, egy koncsó olaj e, találtak, és az éget nyolc nap, napon keresztül, akkor a fánk is olyan, egyet eszünk, és az ég a gyomrunkban nyolc napon keresztül. Így szól a a, 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 vicc. Szóval mindenképpen a mérték az, ami nagyon fontos. Lehet enni mindenből, az ember eszik belőle egy picit, akkor nem probléma. A probléma az, hogy az ember nem tudja a hatáját. Ezért az apám például soha nem diétázott, hanem mindig evett úgy, hogy amennyit kellett, és egy szinten volt mindig a, soha nem volt olyan, hogy túlsúly, ebben, e, túlsúlyos lett volna. Chaim, Kabát, Jákov, József, köntesre gondoltam, gondolom, gond, köntesre gondoltam, több fordítás láttam. Jákov készítette saját maga, vagy csináltatta, színes vagy nice. E, mi az eredeti szövegfordítása, fordítása. Ah, a szálló, szó szerint a szállós csinálta neki, de azt tudjuk nagyon jól, hogy az van írva, az csinálta neki, ezt csinálta, vagy csináltatta, az ugyanúgy, mert ha, ha van egy megbízásom, és valaki teljesíti az én nevemben, az olyan, amit én csináltam volna. Szóval ez, ez, ezzel nincs probléma. A tonet passim. Passim az nem nice, ez nem szép, nem egy szép köntest készített neki, hanem passzim, ez azt jelenti, azt hiszem a passzim az ilyen ilyen uh, 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 stri, angol stripes, ilyen csíkos, csíkos, azt hiszem, ez a passzim, több színből volt. Ez, ez, ez az értelme a, a passzimnak. Ez, a, ez a, az eredeti ezt jelenti. Andris, Dafjomi ciklus van, úgy, amikor befejezünk a tanmodat 7 év uh, alatt. Rambam ciklus, uh, hogy uh, Rambam ciklus, hogy három év alatt, ha minden nap tanulunk egy fejezetet, akkor befejezünk három év alatt. Tóra is ciklusan olvasunk egy év alatt. Miért nincs Sohan Árok ciklus? Van Sohan Árok ciklus is, van itt az unoka testvérem, a mai biztos biztos ismeredőt a zsinagógából. Ő minden évben befejezi a Sohanárok Arachaim részét a Misna Brúra kommentáról. Van, van, mindenféle ö, rendszerek, vannak ilyen a ciklusok. A, a ciklusok ez egy rendszer, és ez nagyon fontos. Vannak emberek, akiknek nem kell rendszer, mert amikor csak lesz ideje, ott fog ülni, és tanulni, és tanulni fog. Más ember, ha, ha van egy, egy minimum, el kell érni, azt, azt ő komolyabban ö, veszi. a kettő helyes. Háim Péntéken hogy van a hanok a Előbb nők szombati gyertya, vagy előbb férfiak hanok a gyertyed, és a nők utána. Ö, ezzel kezdtem, de még egyszer ismétlem. Ö, és azt mondom, hogy előbb kell a férfinak gyújtani gyertyát, a szombati gyertyát, utána kell a nőknek időben, időben, azt hiszem, nem lehet később meggyújtani, mint ami meg írva a naptárban, akkor kell meggyújtani a, 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 szombati gyertyát. És még egyszer mondom, honlap este délután ötkor lesz gyertyagyújtás itt, a budapesti Talmud Egylet oldalán, Pénteken pedig negyed négykor lesz a gyertyagyújtás. Egyébként egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, mert pár ember már szólt nekem, hogy van a napi tanítás, és az utóbbi napokban nem mindenki kapja meg. Igen, is, ismerem, hallottam már ezt a, erről a problémáról. Valami van, hogy a WhatsApp megváltoztat valami rendszer, és nem tudom pontosan mit, és emiatt nem mindenkinek érkezik meg, nem mindenkinek érkezik meg időben. Nem, nem érkeznek meg. Szóval azok, akik nem, akik nem kapja meg, kérem nézenek a, a oldalán, ott, ott, lehet megtalálni minden nap az új napi tanítást, és remélem, hogy napakon belül valahogy megtalálom a megoldást, mert sajnos nem mindenki kapja meg. Háim Zoom közvetítés is lesz, nem, nehéz zoom is, és, és Facebook is, maradjunk most a, a, a Facebooknál. Jó, és nagyon jól megírtad, minden egyes tanítás fent van egyben, baruch.filin.hu, és remélem, hogy hamarosan újra mindenki meg fogja kapni a Whatsappon is, mert most is sokan megkapják, most is Whatsappon, nem tudom, mitől függ. Például jó barátunk Haim minden nap megkapja, és fel is rakja. Ö, nem tudom, mi a, mi a mi a probléma, pedig sok százan kap ö, szoktak ezt kapni minden nap, de valahogy pénteken még megkaptak az emberek, és vasárnap hétfőn, kedden már nem kapták meg, azt most már három napjad nem kapták meg. Nem tudom, mi az, mi a, mi az oka ennek. Akkor ne felejtsünk el, hogy ma holnapi napon fel kell készülni a Hanukára, holnap este eh, már gyújtani kell egy gyertya plusz egy samesz. Egy szolgagyertje, amivel meggyújtunk a többi gyertyát. Háim, eh, hogy szokás köszönni ilyenkor, első nap, többi napon. Hanukakar szoktunk ö, ö, kívánni a fréle, hanuk a boldog hanukat kívánnak. Ezt így szoktak, ö, ö, szoktak ö, szoktunk kívánni. A, még, a gyertje, még a gyertyagyújtásra se veszünk fel ünnepi ruhát, ez azt jelenti, ezt a fényt hozunk be a hétköznapokban is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahhoz, hogy tudjunk az isteni fényt behozni a mindennapokban, ez a Hánuka jó példa erre, hogy fényt hozunk az életünkben, és akár hétköznapi ruhában is. a szemeják az tökéletes, mert boldog hánokat kívánnak. Ezt jelenti, és nincs különbség az első nap és a többi nap között, ugyanazt a, a Ugyanaz a kívánság. Említeném, ugye egy kicsit a koronavírus járványra utalva, hogy mindig vannak újabb és újabb kérdések. Tegnap is ma foglalkoztam azzal a kérdéssel, és láttam, hogy egy pár rabi már megszólalt a, 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 a témában, hogy Ugye vannak ezek a kapszulak. A kapszulak, az, azt úgy is kell érteni, hogy mondjuk egy jössivában, vagy egy zsinagógában azt akarunk, hogy ne legyen veszélyes, akkor azt csinálnak, kis, kis, lényegében kis szobákra osztanak fel a nagy termet, és mondjuk tizen mennek be egy szobában, egy a szoba, mert ez lényegében átlátszó fóliával, de akar is, csak tizen vannak egy helyen, és akkor így legalább nem veszélyes egymásra nézve. A kérdés az, hogy ezek a kis szobák, azok a lényegében egy rendes szoba? A kérdés az, hogy kell mezuzát rakni minden ajtóra? Azt hiszem, van egy nagy terem, és az a nagy termet elválasztottam húsz kisebb kapszulára. A kérdés akar hogy minden kapszulára kell külön mezuzát rakni, vagy nem? Úgy tűnik, hogy igen. Úgy tűnik, hogy igen. Csak említem, mert foglalkoztam ezzel a, 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 mai napon. Másik cikket, amit írtam, ezt pedig tegnap írtam, hogy szabad-e szombaton járni a maszkal az utcán, amikor kötelező a válasz, de amikor kötelező, és hétköznapon is járunk az utcán ezzel, akkor minden további nélkül az lehetséges. Szóval a ez a járvány olyan sok halahat hozott fel, és még mindig hoz fel újabb és újabb kérdés, hogy, hogy hihetetlen, hogy mennyi minden, mennyi minden van, van még, amit tárgyalni kell. Valaki azt írta, hogy huha, lehet, hogy a járvány azért jött a világra, hogy még többet és még több tórát is tanulunk és ezért azt mondta, ha sokat fogunk tanulni nélkül is, akkor nem lesz szükségi árványra. Ez természetesen csak érdekeségnek ismétlem, nem azért, mert ebben igazság is van. Ha van mezúza, akkor azt még szokás meg szokás érinteni, ez pedig veszélyes. Mit gondolsz? Igen. Att, ahol a saját lakásomban van mezúza, akkor azt megérintem és megcsókolom. A közösségben, ahol mások járnak, egy ház, nem egy lakás, egy háznak a bejáratán, a zsinagóganak a bejáratán, ilyesmény, az már a rabik első perctől kezdve szóltak, az ember nézzen rá a mezuzára, de ne csókoljon azt meg. Mert ez most veszélyes, hogy egyik kézről viszünk át a másik kézre. Egyetértek ezzel, hogy most nem szabad. Jó, akkor boldog hánokat kívánok mindenkinek! Hónap 5-kor, délután 5-kor, 17 órakor nem a zsidó.com-on, hanem a Vasvári oldalán, a neve Budapest Talmud Egylet oldalán ad, 5-kor lesz gyertyagyűjtás, este 7-kor pedig a Talmud, Budapest Talmud oldalán lesz a tanítás párhuzamosan a zsidó.com egy másik óra fog menni, egy másik program, az pedig a hanukai program. Köszönöm mindenkinek, találkozunk, honlap és boldog hánokát kívánok mindenkinek.